Sziasztok, tiszteltel köszöntök mindenkit a csatornán, én Dezső vagyok. Kedves március 15-ét kívánok! Hát picit borúsabb lett az idő az elmúlt napokhoz képest, de ez van, igazából ennek alkalmából egy összehasonlító videóval szeretnék nektek kedveskedni, és hát végül is teljesítettem az ígéretemet, hogy a hosszú végén minden napra jut egy videó. Nos, az 1932-es fordot fogom most nektek elővenni ilyen téren, egy Hot Wheels és egy Matchbox kerül összehasonlításra. Szinte ez már klasszikus. Ugye hát már te mind a kettő, de régen igazi riválisok voltak. Ugye még februárban megvettem a Matchbox 32-es Fort Cupét, és videó elkészítése közben jöttem rá hogy van már egy ilyen Hot Wheels autó, és hát viszont emiatt úgy döntettem, hogy valamikor készíteni fogok egy ilyen összehasonlító videót, és hát most ennek eljött az ideje. Úgyhogy igazából nem is húzom tovább a szót, nézzük is meg őket. Na akkor itt is látható a kettő darab autó, ugye a zöld a Hot Wheels, a piros a Matchbox, és szokásos módon jöhet a kis történelem óra, Hát ahogy elolvastam a Wikipédián, érdekes módon mindig 32-es Ford néven hivatkoznak erre a gépkocsira. Annyit akkor elmondok, hogy akkor 1932 és 1934 között gyártották ezt a gépkocsi típust, és a 32-es Ford nevezzük akkor így, három modellt foglal magába, a B modellt, a 18-as modellt és a 46-os modellt és végül 1935-ben váltotta le ezt a szériát az áramvonalasabb karosszériával rendelkező 48-as modell. Annak a pick-up változata megvan, ugyanilyen hot rod, mint ez, majd egyszer azt is be fogom nektek majd mutatni. Na de térjünk át erre. Amikor az A modell gyártásban volt, ebben az évben 5 éves volt már, és már eléggé sokat adtak el abból a típusból. Eredetileg úgy tervezték, hogy tovább fejlesztik és azt adják tovább új modellként, de végül is egy vadonatúj autót is sikerült létrehozni, bármennyire is nagyon hasonlít az A modellre. Pár változtatást eszközöltek, jóval alacsonyabb lett például az autó, és kapott egy üzemanyag szivattyút, ugyanis a motorház tetőből, vagy inkább a motortérből átköltöztették az üzemanyag tankot ide hátulra, mint a modern autókon ezt megszokhattuk. Éppen ezért egy üzemanyag szivattyút kellett kifejleszteni, amit sikeresen meg is tettek. És ez az autó egy nagyon érdekes típus az autózás történetében, már a piros autó kicsomagolása közben elmeséltem, hogy ez volt az első olyan V8-as autó az autózás történelmében, ami eléggé olcsónak számított, relatíve olcsónak is elérhetőnek, és kétfajta motorra kínálták. A kisebb egy 3-3-as, 4-hengeres, 50 lóerős benzines erőforrás volt, a nagyobb pedig egy 3-6-os V8-as, 65 lóerős erőforrás volt. Logikusan azt gondolná az ember, hogy hát biztos a négyhengeresből fogyott több, mert az olcsóbb volt. Az, ez az állítás, ez félig igaz. Az, hogy olcsóbb volt, igen, és úgy is ö, tervezték a fornak a mérnökei, hogy ö, igazából az legyen a zárvezető, és ö, legyen a V8-as is népszerű, de inkább a négyhengeres legyen népszerű, ugye hát ha olcsóbb, akkor nyilván többen tudják venni. Nos, hát nem így alakult a V8-as gyakorlatilag ellopta a sor négyes elől a sót gyakorlatilag, és eléggé elavultá tette azt a gépkocsit. És ugye nem csak azért, mert V8, hanem azért, mert alig volt drágább. Az se utolsó szempont, hogy amíg a négyhengeres motor az, az A modellnek volt az újrafejlesztett változata, csak néhány do dolgot átalakítottak, a V8-as a nullából lett felépítve, tehát ez egy teljesen új konstrukció volt. E, még arról sem beszélve, hogy, és nem beszélve arról, hogy e, igazából e, ahogy gyártották a, e, az autót, nem csak 65 lóerő volt a V8-asnak a teljesítménye, ugyanis e, éppenséggel ugye a karburátoron meg a gyújtáson fejlesztettek, emiatt e, nőtt az autónak a teljesítménye, és már az 1932-es adatokon meg is látszódott az, hogy melyik volt a nyerőbb. A V8-asból 298 ezeret adtak el, a sor 4-esből viszont csak 133 ezeret és be is látták a mérnökök, hogyha csak a SOR 4-eset árusították volna, vagy inkább azt tukmálták volna az emberekre, az egy eléggé komoly gazdasági kárt okozhatott volna. De ez nem azt jelenti, hogy a SOR 4-es változattal rendelkező Ford ez egy rossz autó lenne. Sőt, Európában kifejezetten népszerű volt, ugyanis az adózási rendszerek a kisebb löketérfogató is teljesítményű autók felé billentette el a mérleget. És ugye ne csak a motorról beszéljek, hanem másról is. Írtózatosan sok karosszéria kivitelben lehetett kapni ezeket a járműveket. Volt kétajtós kupé, kétajtós roadster, kétajtós kabrió, négyajtós túrakocsi, négyajtós szedán, kétajtós szedán, furgon, pickup fából készült kombi, limuzin, városi autó, elképesztően sok kivitelben lehetett kapni, standard és deluxe kivitelben. Nyilván a kettő nem fette egymást, igazából tehát mondjuk a túrakocsit azt inkább standard kivitelben lehetett vásárolni, és mondjuk a városi autót csak deluxe kivitelben. És ugye mondtam, hogy háromfajta változat létezett ebből, a B modell, a 18-as meg a 46-os modell, ezek között annyi a lényegi különbség, hogy a B modell csak négyhengeres motorral készült, a 18-as modell 32-ben megkapta a V8-as motort, a 46-as pedig 1933-ban és 34-ben. Tehát gyakorlatilag ez vagy B modell, vagy 18-as, de legyen a V8-as motorra ellátott példány, legyen akkor a, az, hogy ez a Ford 18-as modell, igazából amit a kezemben tartok de ugye az 1933-as változat már némileg áramvonalasabb megjelenést kapott, mint a 32-es, és egy ilyen pajzs alakú hűtőrácsot kapott az autó elejére, és be kell vallani, egy iszonyatosan népszerű gépkocsi típussá vált. Ha beírjátok az interneten, az, hogy 1932 Ford, több hotrodot fogtok találni, mint ö, e, eredeti autót, ugyanis a hotrod építők már ekkoriban előszeretettel tuningolták az autóikat. Ez nem vicc, mert ugye olcsó volt, könnyedén elérhető, nagyon egyszerű, ennek okán könnyű volt megbütykölni, ennek köszönhetően ö, könnyedén el is lehetett így ö, készíteni Nos, hát igazából én ennyit akartam nektek röviden is dió, dióhelyben elmondani az autó típusról, és akkor kezdődött az összehasonlítás, ugye 7 szempont alapján fogom őket értékelni szokásos módon. Az autók eleje, az autók oldala, az autók hátulja, várjunk csak, az autóknak a beltere, a gurulás, az alváz és az árérték aránynak kezdjük az autók elejével. Ugye a matchbox ugye vannak fényszórók, ugye a wheels nincsenek, de igazából ez mind a kettő élethű, mert ember válogatja, hogy tesz rá a lámpát vagy nem. Mind a kettő néz szép a hűtőrács, bár a krómozott egy picit jobban néz ki szerintem. Hát igazából mindegy, mind a kettő kellően széles, mind a kettő jól néz ki szerintem, úgyhogy mind a kettő szerintem kaphat egy-egy pontot. Nézzük meg az autóknak az oldalát. Az is igazából ilyen ember válogatja a kategória, hogy valaki tesz -e rá ilyen burkolatot, vagy nem, így a motorra. Itt viszont ugye emiatt több részletet is meg tudunk tekinteni. Ugye szép maga a motorblokk, illetve ugye a kipufogó rendszer, ugye ez biztosan egy v 8 példány. Hát ennél nem tudom, de szerintem ez is az. Legalábbis ahogy én ezt elnézem. Itt uh, ugye van motorburkolat, talán ez egy picit jobban ki van használva a díszítés terén, ugye a lángokkal, a felirattal, Early Times, korai idők és a hát, sem maradhat el, de azért ez sem néz ki rosszul. Firestone, meg, hát az a baj, hogy ezeket a logókat nemigen lehet el elolvasni, mert a betűk annyira egymásban vannak olvadva, hogy hihetetlen. Hát ugye ezen van ki nincs, ezen nincs. Szerintem mind a kettő így is jól sikerült, úgyhogy egy-egy pontot mindenféleképpen megérdemelnek. Nézzük meg az autók hátulját. Hát itt viszont van hátsó ablak, ennél viszont nincs. Rendszámtábla egyiken sincs, de olyan, mintha itt lennének ilyen kis hátsó lámpák, csak nem dolgozták ki. Ennél viszont hát a matchboxnál sajnos az sincs. Úgyhogy én most a hátvérsznek adnék most egy pontot. És akkor most jöhet az autóknak a beltere. Egy hát, eléggé kicsik az ablakok, úgyhogy nem nagyon tudok áttekinteni őket. Hát, Krómozat beltér, egyszerű üléssor, műszerfalapultból semmi nem látszódik, Ök egy korong kerék. Nézzük meg, hogy itt mi van. Ó, nézzük csak meg azt a kormánykereket. Hát az mennyivel szebb és jobban ki van dolgozva. pult is ki van dolgozva. Jó, hát váltókar nincs, de hát akkor is ez egy nagy erőrelépés a matter termékekhez képest. Meg ugye egész szép az ülés sor, úgyhogy matchboxnak jár egy pont. 3-3 az állás, jöhet akkor a, az alváz. Ö, hát ugye ö, ennél ugye nincsen kardát engem, viszont szebb a váltómű, mint ennél az, hogy mind a kettő tele van feliratokkal, is nehéz megállapítani igazából, hogyha nem lennének a feliratok, akkor hogy dolgozták volna ki őket. Várjunk, ezen fordítva van. Aha, igen, na. Itt ugye láthatjuk, hogy ez egy... Aha, jó, hogy ez egy B modell. Ó! Oh. Akkor ez a négyhengeres változat. Oké, okay, mindegy. A csomagoláson nem szerepelt. 2020-ban adta ki a Mattel, ez egy eléggé új Példány ennél, de lehet, hogy azért, mert a meg megvolt, méghozzá kétszer adták ki. Először 1997-ben, másodjára pedig 2016-ban. Hát nem tudom, most egy picit ebizonytalanodtam, hogy most melyiknek adjak egy pontot. Hát itt szebb a váltómű, de nincsen kardentengely, itt pedig fordítva. Hát nem tudom, talán azért, mert ebből több mindent lehet látni, úgyhogy inkább ennek adok most egy pontot, úgyhogy most a hatvész javára 4-3. Nézzük meg a gurulást, de szerintem ez ilyen egy-egyes kategória lesz. Várjunk csak. Nagyon nehéz így elgurítani az autókat, mert a kerekeket semmi se fedi el. Mind a kettő jó gurul, abszolút hangtalan, nem húz jobbra vagy balra. Most az, hogy mind a kettő autó távolodik el egymástól, mint annak a rendje, az azért van memoszerás így elgúrítani. Hát valamikor a matchbox valamikor amikor a Hot gyorsul jobban, úgyhogy most mind a kettőnek egy-egy pont, akkor most így 5-4 az állás, és akkor beszéljünk az árérték arányról. Nos, hát igazából ennél egyszerűbb összehasonlítás ne, nem nagyon történhet, ugyanis Mind a kettő hasonló méretarányú, egy gyártótól származnak, gyakorlatilag csak más a márka, és az árok is szinte teljesen megegyezik. Mind a kettő olyan 7-800 forintért elérhető manapság, például bármelyik üzletben, például Spárban, a Tesco-ban, az Osamban, régió játékban, mondjuk az ott drágább is, egy Müllerben, Szóval igazából lehetetlen, igazából kitalálni azt, hogy melyik a drágább vagy az olcsóbb, igazából, igazából mind a kettő szerintem megéri a pénzét. Bocsánat, hogy most így az előbb elakadtam, csak éppen gondolkodtam, hogy igazából melyik a jobb ebből a szempontból, de igazából hasonló áruak és hasonló kidolgozottságúak maximum az, hogy egy-két apróság miatt adtam az egyiknek egy pontot, a másiknak pedig nem. Úgyhogy igazából ez is egy-egy. Hát most a Hot Wheels nyerte meg ezt az összehasonlítást, de csak azért, mert egy picit szebb az alváza, meg a hátulja. De igazából mind a kettő teljes mértékben azonos. Most az, hogy nektek melyik a szebb, vagy melyik nem, én azt teljesen rátok bízom, majd írjátok meg a komment szekcióba, vagy ti a kettő közül melyiket választanátok. Hát ennyi lett volna már ez a videó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Ha ez a videó tetszett, akkor is kérek ne felejtsétek el lájkolni, like feliratkozni a csatornára, megnézni a többi videót, bekapcsolni az értesítést, hogyha ezt nem tettétek meg, meg esetleg megosztani a videót. Én Dezső voltam, a legközelebbi videóban remélem, találkozni fogunk addig is. Jók legyetek, sziasztok is további szép napot kívánok mindenkinek!